Sziasztok! Megmutatom ennek a kis polipnak a gallériának a horgolását. Egyébként ezt akkor szoktam még, csak most elfelejtettem, amikor még nincs kitömve a polip, de van, amikor így használjuk. Jó, tehát itt van ez a hátsó szálba öltöttünk egy sort. Ez egy ráhajtásos pálca van benne. Még egy ráhajtásos pálca. Itt három van minden szembe, jó, tehát még egyszer, hogy ez a kis vonalat, ha itt látjátok, ugye ebbe az első szába, ami megmaradt, ebbe öltünk ráhajtás, és akkor ebbe már öltöttem, tehát jön ez. Nem baj, egy kicsit ez a fonal kinyúlik, mert a következőben, amikor beleakasztom a fonalat, az vissza fogja húzni. És ennek a kis polipnak a mintáját is meg tudjátok, vagy medúzának a mintáját is meg tudjátok tőlem vásárolni. felkereva.com e-mail címen, de ha fölmentek az Instagram profilomra, akkor ott linkeket is találtuk. De kezdők megtalálják ennek a horgolását a YouTube csatornámon is. Odaírjátok be, hogy Felkeréva vagy Eva Gurumi Enyc, és ott menjetek rá a videókra, és meg fogjátok találni. Mindjárt visszatérek, ha meghorgoltam, mert ez most így annyira most nem feltétlenül kell, hogy végighorgoljam nektek. Jó? És akkor azt mondja, hogy itt van ez a cuki kis medúza. Ha nem raktok gallért, akkor polip lesz, és lehet két sorra hosszabban, és akkor már tényleg poliposabb lesz. Sziasztok! Sziasztok! Hello!